vendéget, tisztelt helybelje, engedjék meg, hogy a 9. tordai műsnapok rendezéshozatát megkezdjük. Hagyományok a szíven kiállítás megnyitásával, amelyen ezúttal fiatal helybeli amatőr festőrajzolókat hozunk be, Szalma Andor, Rági Nasi Gosti, Nestani Dozvolite, da sa na tradicionalan način započnemo 9. Tordanske dane kulture i to sa izložbom u običaju nekog slikara amatera iz Torde. Ovoga puta svoje slike je izložio mladić iz Torde, Andor Salma. Ja bih zamolio direktoricu kulturno-prosvetne zajednice Editu Sarku da ona srčano otvori današnju izložbu. I megkérem Szalka Editet, a Megaszentgyörgyi Község Közönség Intézetének igazgatónőjét, hogy nyissa meg a kiállítást. Mesélj! Dobro večer, želim svim gostima i svim domaćinima. Čast mi je da vam predstavim momka, umetnika koji je danas izlagao prvi put, Andora Salmu. On je ovdje rođen u Tordi, ovdje pohađa osnovnu školu, a sada je djak u srednjoj školi u Novom Sadu, u školi Bogdan Šuput, gdje ide sad u 5. razred. Vidite da vešto radi svim tehnikama u likovnom umetnosti, radi sa grafikom, na uljanom platnom i također radi i sa temperama. Nadam se, pošto on ima u planu da posle srednje škole upiše akademiju u Novom Sadu za slikara, nadam se da će imati veoma, veoma puno talenta i dalje, da će imati istrajnosti, želimo mu puno sreće i da ima osim ove prve izložbe veoma puno izložbe još. Pogledajte molim vas ove lepe slike i nadam se da će to govoriti u njegovu ime kako li to radi. Jó estét kívánok minden kedves vendégnek és a tordaiaknak úgy szintén. Szeretném bemutatni önöknek Szalma Andort úgy, ahogy még eddig kevesen ismerték. Ő egy igazi tehetség, és képzőművészeti alkotásaiban ez meg is látszik. Képzőművészeti technikákat nagyon szépen alkalmazza, ugyanúgy, ahogy az olajfestményeket készíti, a grafikákat és a temperarajzokat is. Tehát egy sokoldalú tehetség. Ő itt fejezte be a általános iskolát, és most az újvidéki Bogdán Sopot középiskola harmadik osztályos növendéke. Szeretnén, hogyha, mivel terveiben van az, hogy tovább a Kézőművészeti Akadémiára járjon, szeretném neki azt kívánni, hogy még nagyon sok ilyen kiállítása legyen, mivel ez a kiállítás az első, remélem még sok-sok fogja követni. Sok sikert kívánunk úgy a tanulásba, mind a munkádban is, és remélem, hogy az a tehetség, ami itt már az általános iskolában kibontakozott, tovább fog fejlődni. Sok sikert kívánunk! Gratulálok! Mozdul fejem fölött, és az ember öppen a csámokat vonászt.
még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekintetet érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér. Felötlik, és eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versenben, és mert ez addig izgat engem, hogy csak marad belőle, és néhány hagyjon. Fáradt vagy, én is érzem hosszú burkanak. Mit mondjak én? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, rengett fél cukordarab az asztalon, s többje húramézneknek. Mint színaranygolyó ragyog a terítő, s magában terül egy üres, vizes pohár. Boldog lett végleg én, s talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen mikor jön tőle várni. Az álom hullom posodítja meg megint, elszállom. Hogy visszatér a homlokodra, álmos szemed búcsúzva még felé, mint olyat kibomlik, szétterül lobogra, s elalszol. Mindjárt hosszú álom a lábben, ez egy pár nem rabul, elaljon, mint a fár. De benned alszom én is, nem vagy más világ. És idáig hallom én, hogy változik a sok, rejtelmes, vékony, bölcsvonal, füstegedben. Jó estét kívánok! Az imént Radnóti Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából megrendezett szavalóverseny első helyzetjét Csíkos Dánielt hallották, aki Radnóti Miklós Tétova Óda című versét szavalta. Az idén immár 9. alkalommal szervezzük meg a Tordai Művelődési Napokat, és ebből az alkalomból szeretettel üdvözlünk minden kedves vendéget és helybeli polgárt. De mielőtt elkezdenénk a műsorunkat, felkérjük Dobai János polgármestert, hogy mondja el köszöntőjét. Dobro večer, želimo svim prisutnim gostima i gledalcima. Malo pre ste čuli pesmu Radnóti Miklóša u izvođenju Čikoš Daniela. Sa ovom pesmom je Daniel osvojio prvo mesto na takmičenju koje je organizovano povodom 100 godina od rođenja Radnóti Miklóša. Ove godine u Tordi 9. put organizujemo Dane kulture u Tordi i povodom toga pozdravljamo sve prisutne goste i meštane koji su došli da svojom prisustvom uveličavaju ovo otvaranje. Sad bih zamolila predsjednika Saveta mesne zajednice gospodina Doba Janša da u par reči pozdravi prisutne. Kedas vendége, tisztelt helybeliek, engedjék meg, hogy először is üdvözöljem vendégeinket, akik bennünket megtiszteltek azzal, hogy jelenlétükkel emeljék el ünnepi nyitó műsorunkat. Üdvözlöm Evelesi Sándor urat, a Vajdasági Parlament elnökét. Juhász Attilát, a tartományi kultúrtitkárság segédtitkárát. Varjú Ernő, a tartományi gazdasági titkárság segédtitkárát. Csíkos Elvirát, a köztársasági népképviselőt. Pál Károlyt, a VMS ügyeleti alelnökét.